azért csak kíváncsi vagyok. Szép a szökőkút? A megújult Városháza, valamint a Városháza Park átadó ünnepségén tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket, kisújszállásiakat, kisújszállásról elszármazottakat, más településről érkezett vendégeket. Engedjék meg, hogy külön köszöntsem dr. Fazekas Sándor földművelősügyi miniszter urat, kisújszállás országgyűlési képviselőjét természetesen, Kece István polgármester urat, kisújszállásváros polgármesterét, a mai nap házigazdáját. Köszöntöm Nyakacska Bálint urat, a Nyírépszer Hungária Kft. Cégvezetőjét, valamint Bíró Márton urat, a Nyírépszer Hungária Kft. Ügyvezetőjét. Köszöntöm körünkben Illési Ádám nagykunkapitányt, városunk vízpolgárát, üdvözöljük engem. Köszöntöm kisújszállásváros jegyzőjét, dr. Varga Zsoltot és kedves párját. És engedjék meg, hogy külön köszöntsem itt a színpadon kedves vendégünket, Csajági Zsoltot. Felkérem polgármester urat, köszöntse a megjelenteket. Egészségedre. Tisztelt miniszter úr, kedves vendégeink, kedves kisújszállási lakosok! Örömmel és szeretettel köszöntöm mindannyiukat kisújszállás egyik legszínvonalasabb ünnepén, az immáron 5. alkalommal megrendezendő Kivilágos Kiviratik Fesztiválon. Ünnepet mondtam szándékosan, mert hiszen ez a nap városunk legszebb, legrangosabb helyi programjai közé nőtte ki magát az elmúlt évek alatt. Olyan gazdag kulturális, gasztronómiai, hagyományozó programmá vált, amelyre örömmel jönnek a helybeliek és a vidékiek egyaránt. Ünnep, a város közösségének örömünnepe ez a nap. Most többszörösen van okunk az ünneplésre, ugyanis városunk újabb értékekkel gyarapodott, amelyeket a mai rendezvény keretében avatunk fel és adunk át a város lakosságának. A városközpont fejlesztésének több mint 1 milliárd forintos három szakaszából álló projektjében a második szakasz végéhez értünk. A Kálvin tér és a Szabadság tér felújítása után most a Városháza és parkja született újjá. Amikor kidolgoztuk a városközpont felújításának tervét, az értékközpontúság és a közösségi terek kialakítása volt az alapelvünk. Ez azt jelenti, hogy megújítjuk a természeti és építészeti értékeinket, ugyanakkor új értékeket is teremtünk. Hozzáteszem, a pályázat engedte pénzügyi kereteken belül. Az 1900-ban átadott kisújszállási városháza az ország egyik, de a nagykunság legszebb középülete. Most, amikor a tetőszerkezetét felújítottuk és visszakerült az épületre a II. Világháborúban leégett két középső tornya, amikor megszépült a főhomlokzata és a környezete, amikor napórával és városmakettel érdekességet is kapott, különösen igaz ez a megállapítás. Akadálymentesítettük az épületet, így akik a mozgásukban korlátozottak, vagy babakocsival vannak, ezután a lifttel már könnyen közlekedhetnek a szintek között. Ennek, illetve a szintén akadálymentes rendezvénytérnek a jelképes avatására kértem fel többek között Csajági Zsolt barátunkat, ahogy mindenki ismeri, Csacsát, hogy a mozgáskorlátozottak képviseletében legyen a segítségünkre. A belső udvart is rendbe tettük, melyet ma délután a Mellofon fúvó zenekar koncertje avat fel. Engedjék meg, hogy itt jelentsem be az épületet, ezt a gyönyörű városházpalotát a Műemlékvédelmi Hivatal az elmúlt év végén műemlékké nyilvánította. Most már mindenki értheti, hogy miért. Kérem, ne vegye senki sem illetlenségnek tőle, hogy most irányunkba, hogy is mondjam, a hátsó homlokzatát, és nem a legszebb arcát mutatja. A városházát körülvevő parkot térkövekkel burkolt sétányokon lehet bejárni, új padok kínálják hellyel az ideérkezőket, árnyas fák adnak hűvöset a nyári melegben, szökőkút csobogása hat frissítően. A 30-as években a park közepén állt egy díszes zenepavilon, egy régi fotó alapján ezt újjáépítettük, a park díszeinek egyik legszebbike lett.
kisebb koncertekhez ideális hely. A múlt szombaton a művészeti iskolának köszönhetően ezt meg is tapasztalhattuk. Elkészült itt ez a tágas rendezvénytér is, a múlt vasárnap a Csík zenekar koncertjén már ki is próbálhattuk. Kiváló az akusztikája. Engedjék meg, hogy e helyen is köszönetet mondjak mindenkinek, aki bármilyen módon segítette a Városháza és parkjának felújítását. Közülük külön is megköszönöm a tervezők munkáját. Dr. Vándor András tervezte a Városháza tetőfelújítását, Sípos Zsolt az épület akadálymentesítését, Sándor Tamás pedig az épület előtti teret és a parkfelújítást. Köszönöm az ERFÜ regionális non-profit Kft.-nek, élén dr. Mező Ferenc ügyvezetőnek, és Husztiné Kállai Gabriella szakmai koordinátornak, mint a közreműködő szervezetnek a segítő, koordináló munkáját. Köszönöm Bakondi József úrnak, a beruházás műszaki ellenőrének a lelkiismeretes tevékenységét. A kivitelezési munkálatokat a Nyírépszer Hungária Kft. Végezte, Bíró Márton ügyvezető igazgató, Gyetvai Attila és Nyakacska Bálint cégvezető urak irányításával, valamint Somogyi Gábor, Farkas Sándor és Szalai György urak vezetésével. Köszönet értem. A kisújszállásiak közül a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Vett részt a munkákban Tóth Zoltán ügyvezető és Osváth Albert műszaki vezető irányításával. Az elektromos munkákat az RST 2000 Kft. Végezte Balog József úr vezetésével. Térfigyelő kamerákat a VBS Rendszerház Kft. Biztosította, a hozzájuk szükséges villanyszerelési hálózatot Sas János egyéni vállalkozó építette ki. Végül, de nem utolsó sorban, köszönöm képviselőtársaim és a polgármesteri hivatal dolgozóinak a munkáját. Tisztelt vendégeink, kisújszállásiak, kedves barátaim! Kiépített burkolt utak, új parkolók, korszerűsített játszóterek, szennyvízcsatorna és csapadékvíz elvezető rendszer, megépített ifjúsági szálláshely, gyógy- és strandfürdő, hotel, felújított középületek után megújult városközpontról, parkokról, köztéri alkotásokról szólnak a városfejlesztés legújabb eredményei. Nem keveset vállaltunk, tudom. Sokat kellett dolgoznunk azért, hogy álmaink és terveink megvalósuljanak. Amikor gazdasági és városfejlesztési programunk körvonalazódott, hittünk abban, hogy méltók lehetünk az előttünk járó hajdani polgármesterhez, a Városépítő GKM-hoz, valamint képviselőtestületéhez. Hittünk abban, hogy meg tudjuk valósítani azt, amit terveztünk és amit ígértünk. GKM neve kötelez bennünket. Az ő nyomdokaiba akartunk lépni, az ő nyomdokaiba járunk. Értékeink megőrzésével és újak létrehozásával újraépítettük kisújszállás, meggyőződésem, jó úton haladunk. Tegnap este tettem egy sétát a Városháza partjában, a rendezvénytéren át a zenepavilonon, majd a szökőkút felé. Nem voltam egyedül. Néha megálltam és nézelődtem. Szép volt a park. Azon gondolkodtam, hogy mit kapott a város ezzel és az elmúlt években megvalósított felújításokkal, fejlesztésekkel. Épületeket? Tárgyakat? Megszépített parkokat? Igen, természetesen mindez a miénk, a mi közösségünké. De kisűszállás mindezek által valami mást is kapott. Hogy mit? Lehetőségeket. Lehetőséget egy kellemesebb lakókörnyezethez, tereket egy teljesebb közösségi élethez. Lehetőséget egy élhetőbb városhoz. Kedves barátaim, kérem éljenek, éljetek is a lehetőségekkel, leljétek bennük örömötöket, és becsüljétek meg legújabb közösségi értékeinket. Meg fogjátok látni, kisújszállás vonzóbb lesz nem csak az ide érkező vendégek számára, hanem a munka lehetőségek szempontjából is. Most többek között ezen dolgozunk, ez a folytatás iránya. De most tartsunk egy kis pihenőt, legyen tehát a mai nap valóban az öröm ünnepe. Kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek! Köszönjük szépen, polgármester úr!
Dr. Fazekas Sándor miniszter urat kérem a mikrofonhoz, adja át a kisújszállásiaknak a megújult Városháza parkot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Polgármester úr, Kunkapitány úr, szeretettel köszöntök mindenkit ezen az igazán szép napon, ezen a kiemelkedő ünnepen, hiszen Kisújszállás szerintem Magyarország egyik legszebb városa, olyan építőmunkával, olyan fejlesztésekkel, olyan értékekkel lett gazdagabb, amely azt hiszem, hogy méltán tartott számot az elismerésre, az önök figyelmére, sőt, szerintem országos kitekintésben is egyedülálló az, hogy itt egy átgondolt városfelújítás zajlik, lépésről lépésre szépül meg Kisújszállás belvárosa, park, rendezvénytér, épületfelújítások, műemlékek sorban egymást követően készültek el. Igazi kisújszállási hangulatot árasztva, megerősítve ezáltal, hiszen a városnak egy olyan milliója van, amely valamennyiünk számára fontos és kedvelt. Én szívből gratulálok ehhez a munkához. És most, amikor a kisújszállási városháza tornyainak a átadása, fölavatása történik, szerintem megint egy jelentős lépéssel vagyunk előrébb. Hiszen egy város számára a városháza a közösségék, a közösség dísze évszázadok óta egyébként, és különösen érvényes ez a Nagykun településekre. A központban, a főtéren ott van a városháza, a közösség, az autonómia, az összetartozás tudatnak a kifejeződése, mellette a templom, nagy református templom és az iskola. A hit, a tudás és az összefogás jelenik meg ezekben az épületekben, azt tölti meg őket tartalommal a cselekvő ember, az értékteremtő ember, aki fogékony a művészet iránt is. Önök nagyon jól tudják azt, hogy a kisújszállási városháza, vagy városháza palota, ahogy annak idején elnevezték, egy jól átgondolt fejlesztési lépés volt Kisújszállás akkori önkormányzata részéről. 1896-ban a millennium évében hozták a döntést a városháza felépítésére, és 31 pályamű közül a harmadik díjas Arter Diligencia művészettel és takarékossággal jeligéjű pályázat nyert. Ebbe benne van a KUN ember odafigyelése és életfilozófiája is, hiszen a művészetre is figyeltek, de a takarékosságra is. És erre alapozva sikerült egy gyönyörű városházát megépíteni, amelyet a II. Világháborúban találatok értek, a két középső torony eltűnt róla. Annak idején édesapámmal gyermekkoromban sétáltunk erről, több éven keresztül itt dolgozott Kisújszálláson a kutatóintézetben, és mondta nekem, hogy ott eredetileg volt több torony középen, de azok a háborúban megrongálódtak, nem is építették vissza azokat. Tehát a homlokzatot úgy szoktuk meg, ahogy még tavaly is, vagy ezt megelőző években kinézett, nem volt teljes körű a helyreállítás. De mindig tudták az emberek, hogy itt azért valami hiányzik, valamilyen munka, az várat magára. És én örülök annak, hogy Kisújszállásnak egy olyan önkormányzata van, polgármester úrral az élen, amely gondját viseli az épületnek, azoknak az értékeknek, amelyeket a közösség évszázadok alatt fölhalmozott, összegyűjtött, és most élve a lehetőséggel egy 1 milliárd forintos belváros felújítási programban sikerült megcsináltatni, újraépítetni ezt a két tornyot. És ma reggel, nem tudom önök, hogy vannak ezzel, ma reggel, amikor megérkeztem, valahogy olyan érzésem volt, hogy az a két torony az mindig ott volt középen. Hogy a kisújszállási városháza díszei, ékei, azok változatlanul ott voltak. Hiányoztak az épületről, de az épület így lett teljes, harmonikus, szívet, lelket gyönyörködtető. És így üzen nekünk a millennium időszaka, az a generáció, amely akkor fölvirágoztatta az országot, így mutat példát, hogy nekünk is van teendőnk. Egy új, erősödő, növekvő pályára állítása a nemzetnek. Hiszen a millennium időszaka az egy csodálatos kor volt, akkor születtek ezek az épületek, akkor jelentek meg a városaink városias külsőbe öltöztetve, és bár sok csapás érte a történelem során mindazt, amit a millennium időszakban az 1000 éves Magyarország ünnepe idején építettek őseink, látszik, hogy mindig van újrakezdés is. És ezt az újrakezdés is kifejezi, megjeleníti ez a mostani felújítás,
amely azt hiszem, hogy valamennyiünk számára egy becses dolog. És örülhetünk annak, hogy részesei vagyunk ennek a munkának. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Néhány évtizeddel ezelőtt, hogyha valaki Kisújszállást megszemlélte, akkor volt egy benyomása. Ez változik évről évre, gyakran hónapról hónapra, ahogy a természet is követi az idő múlását. Egy kép van bennünk a településről. De az a kép, amely most megszületik, és a jövőre nézve is meghatározza azt, hogy Kisújszállás mit jelent nekünk, hogy jelenik meg számunkra, éppen most alakul ki, éppen most véglegesül. Az épületfelújításokkal, helyreállításokkal, a parkok kialakításával, a rendezvénytérrel, az emlékművekkel, a kisújszállási legendárium megjelenítésével a közterületeken, mind-mind rögzíti azt a világot, amelyben élünk, és amely a város által megjelenik számunkra. Gyermekeink, unokáink már ezt a Kisújszállást fogják látni. Egy újjászületett, erejében bízó, öntudatos nagykunváros. Én szívből gratulálok ehhez, gratulálok Kece István polgármester úrnak, a képviselőtestületnek, a tisztségviselőknek, és kívánom azt, hogy ezt a munkát folytathassák. Hiszen a kezükben, az önök kezében van Kisújszállás jövője, az alakját sikerült megformálni, a tartalommal napról napra megtelik, és bízom abban, hogy ez az építőmunka folytatódhat az elkövetkező években is. Sok sikert kívánok hozzá, és szívből gratulálok! Köszönjük szépen, miniszter úr! Átadom a szót Nyakacska Bálintnak, a Nyírépszel Hungária Kft. Cég vezetőjének. Tisztelt miniszter úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt egybegyűltek! Nagy örömömre szolgál, hogy a mai napon itt állhatok önökkel. Cégünk, a Nyírépszel Hungária Kft., mint kivitelező vett részt a Városháza és a hozzá kapcsolódó park felújításában. A felújítás során teljes egészében megújult a Városháza körülölelő park, sétányokkal, utakkal. Kialakításra került az új zenepavilon, az előzőekben felavatott szökőkút, valamint a szabadtéri színpad és rendezvénytér, ahol jelenleg is állunk. Nagy kihívás jelentett számunkra a kivitelezés közben műemlékké vált Városháza épületének részleges felújítása. A kivitelezés során megújult a teljes tetőszerkezet, és azzal együtt az épület valamennyi tornya, díszműbádogos szerkezetei és az épület homlokzatát díszítő szobrok is. Elkészült az épület akadálymentesítése, melyet egy új felvonó beépítésével tettünk teljessé. Hála a város vezetésének, hogy megteremtette a lehetőségét az épület főhomlokzatának felújítására, és ezzel is hozzájárult Kisújszállás városképének emeléséhez. Büszkék vagyunk arra, hogy részt vállalhattunk ebben a munkában, mely során megismerhettük a kunyok nyakasságát, de ezzel együtt a városuk felé fennálló elkötelezettségüket is. Ezzel az átadással azonban számunkra még nem ért véget a munka városukban. Továbbra is dolgozunk a vigadó épület felújításán, hogy az ott időközben feltárt értékeket méltóképpen visszaadhassuk Kisújszállás polgárainak. A kivitelezés egyik legfontosabb momentumaként, ezen én is szeretettel átadom önöknek a felújított városközpontot, kívánom, hogy használják egészséggel és töltsék meg élettel. Köszönjük szépen, és további áldozatos munkát kívánok itt Kisújszálláson a Nyírépszel Kft.-nek. Uraim, történjen meg az ünnepélyes szalagátvágás. Fáradjanak közelebb.